Több mint 4000-en írták alá azt a petíciót, ami szerint, ha elfogadják az új státusztörvényt, akkor elhagyják a pedagógusi pályát. Ez annak fényében is aggasztó adat, hogy a szakszervezetek szerint már így is 16000 tanár hiányzik a rendszerből. Közben titokban már elkezdték a pedagógusok értékelését. Barkóczi Balázzsal beszélgetünk. A DK szóvivője, képviselője és árnyék oktatási miniszter itt velem szemben. Jó estét kívánok! Köszönöm. Köszönöm. Jó estét kívánok! Köszönöm. Kezdjük az utóbbival, ezzel a teljesítményértékeléssel, mert hogy arról lehet hallani, hogy titokban megkezdték ezt az iskolákban. Önök sem tudják esetleg, hogy hol kezdték el? Mert az újságíróknak nem árulják el, hogy milyen iskolákban, nem tudjuk. Tudnék néhány példát mondani, de nyilvánvalóan a kollégákat nem fogom nehéz és lehetetlen helyzetbe hozni. Ugye március 16-án tudták meg a kollégák is, hogy egy hetük van és megkezdődik ez a teljesítményértékelésnek a tesztelése, egyfajta ilyen tesztverzió, és a mai sajtóhírek arról szólnak, de személyes megkeresésre és személyes beszélgetésben is ezt megerősítették a kollégák, hogy teljesen átláthatatlan a rendszer, teljesen abszurd a rendszer, olyan követelményeket támaszt velük szemben, aminek sem a diákok, sem a pedagógusok nem tudnak megfelelni. Ugye itt úgy kell elképzelni az egészet, hogy kellett választaniuk három nem alapvető célt, ez lehetett akár versenyeztetés, vagy bármi más dokumentáció elkészítése, és akkor ennek alapján lehet pontozni az ő teljesítményüket, illetve a diákoknak is egy olyan... De ez amit mondott, mert ugye én a tanárblogon olvastam ezeket a beszámolókat, és erről szólnak a beszámolók, de ez eddig átlátható, erre kaphattak 3x10 pontot, de lehetett bármit választani, ballaktatást, versenyre készített fel. A kérdés inkább az, hogy ez alapján lehet-e bármit levonni a pedagógusok teljesítményéből, mert hogy ez nem az oktatásra vonatkozik. Hát természetesen nem, és tudja, az a riasztó, hogy a státusztörvénynek nevezett, a tanárokra kihelyezett bosszú törvényt, amit most szintén tesztelnek, azt mondták ugye, hogy társadalmi egyeztetésre bocsátják, hát ez a társadalmi egyeztetés az volt, hogy 8 napot adtak rá a szakszervezeteknek, hogy egy több 10 oldalas törvénytervezetről elmondják a véleményüket, amiben például olyanok szerepelnek, hogy visszahozzák a fegyelmezést, a pedagógusok fegyelmi eljárásának is a rendszerét, aminek vagy 6 hónapig bérezés csökkentés a vége, vagy azonnali elbocsátás. Olyanok szerepelnek benne, hogy rengeteg jogkört az igazgatók kezéből kivesznek, az intézményvezetők kezéből is odaadják a tankerületi vezetőknek, akikről tudjuk, hogy a legtöbbjük fideszes kinevezett, hogy egy külső szereplő mondhat véleményt a pedagógusok teljesítményéről, egy olyan külső szereplő, aki nem látta azt a pedagógust tanítani, nincsen tisztában az iskola helyzetével, nincsen tisztában az osztályok struktúrájával, az egész munkának a menetével, ami abban az intézményben folyik, hanem egész egyszerűen száraz számokból fogja majd megállapítani, hogy ez a pedagógus miért alkalmas a pályára, a másik pedig miért nem alkalmas. Visszatérve még erre a pilot programra, mert hogy ez most egy próba tulajdonképpen, ez a teljesítményértékelés, a résztvevők megerősítik azokat a korábbi híreket, miszerint a pontok kiosztása 70%-ban előre központilag meghatározott szempontok szerint zajlik, az iskoláknak 30% a mozgásterük. Ezt ön jónak tartja, vagy rossznak? Azt már nagyon sokszor elmondtam itt az ATV műsoraiban is, hogy alapvetően az értékelési rendszerrel nem lenne különösebb probléma, volt ilyen már régebben is, az értékelési rendszer az nem ördögtől való. Viszont egy ilyen értékelési rendszernek fontos az, hogy mi motiválja, a jutalmazás vagy a büntetés. És az a baj, hogy ezt a mostani értékelési és pontrendszert egész egyszerűen a büntetés motiválja, annál is inkább, amit ön is elmondott, hogy ugye 70%-ban ezek előre meghatározott szempontok szerint történnek, tehát nagyon kicsi a mozgástér, és gondoljanak bele, csak a televízió nézők, hogy a pedagógus pálya az egy kreatív pálya. Én 12 évig tanítottam középiskolában magyar nyelv és irodalmat, hát ott minden órán valamit, más osztályokat másképpen kell megszólalni, más gyerekekkel másképpen kell foglalkozni, valaki igényli a személyes foglalkozást, valaki azt szereti, hogyha békén hagyják, és úgy terelgetjük őket a tudás megszerzése felé, tehát azt nem lehet egy ilyen száraz szempontrendszer alapján értékelni, és főleg úgy nem lehet. Mi lehetne a jó arány, bocsánat, mert hogyha meg mondjuk fordítva lenne, akkor mondhatná bárki, hogy ez meg túl nagy hatalmat jelent esetleg az igazgatónak a kezében. Tehát van ennek egy jó aránya, hogy ezt az iskola központilag, vagy saját maga, hogy tudja ezt intézni? Tehát hogy lenne a jó?
hagy menjek vissza sokkal régebbre, jó? De annak idején azért váltottunk rendszert, mert hittünk az önkormányzatiságban és hittünk az önigazgatásban. Ugye az önkormányzatiságot most már folyamatos támadások érik, nem csak az önkormányzatoktól vonnak el pénzt, most már az egyházak bemondásra vihetnek bármilyen oktatási intézményt, olyat is, amiben előtte nem folyt vallási oktatást, tehát azt mondják, hogy ők ezt kinézték. Az én választókerületemben, a 15. kerületben Erdő Péter és a Magyar Katolikus Egyház azt mondta, hogy a Salkasára általános iskolára ők igényt tartanának, ugye, mert egyházi vagyon. Ez az egyik. A másik pedig, hogy létezik egy olyan, hogy tanszabadság, tehát önkormányzatiság, önigazgatás, tanszabadság, hogyha nem hagyjuk meg azokat a kereteket a pedagógusoknak, hogy ők a tanult szakmájukat szabadon gyakorolják, akkor az történik, ami most történik, és mondta olyan a felvezetőben, hogy 16 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből. De tudja mit? Hiányzik még 14 ezer noksos, vagyis nevelési oktatási munkát közvetlenül segítő munkatárs, tehát összesen 30 ezer ember hiányzik a rendszerből. Most, hogyha nem fogadják el ezt az új szolgálati jogviszonyt, nem írják alá a szerződést, akkor ez már 34 ezerre emelkedik, és ráadásul tudja, azt találták ki a fideszes oktatáspolitikusok, hogy van egyfajta kártérítési, hogy mondják ezt, végkielégítési rendszer, ami ugyanúgy járna a pedagógusoknak is. Azt arra az egy hónapra, amíg eldöntheti, vagy 15 napra, amíg eldöntheti az adott kolléga, hogy aláírja az új munkaszerződését, vagy sem, ezt levitték egy hónapra. Tehát aki abban az egy hónapban azt mondja, hogy ő nem hajlandó a fideszes büntetőtörvény, bosszú törvény alapján végezni a továbbiakban a munkáját, és nem hajlandó kitenni magát ezeknek a zaklatásoknak és zrikálásoknak, akkor ő nem jogosult a teljes kielégítésére, majd aztán ezt visszaemelik, tehát ezzel is presszionálni akarják a pedagógusokat, és borzasztó nagy probléma van, tehát egyrészt nemet mondtak ugye a béremelésükre, ma volt egy csörtém Rétvári Bence államtitkár úrral, aki azt mondta, hogy majd, hogyha jönnek az uniós pénzek. Na de Nikolás Schmidt, munkaügyi EU-biztos elmondta, hogy ezek a pénzek, ezek az emberi erőforrás fejlesztés operatív program plusznak a pénzei, azok nem kerültek a forrás megvonás alá, tehát itt vannak, de mondok én jobbat. Hát mi annak erre idején... válaszolt az államtitkár? Ez egy interpelláció volt, tehát én ezt a viszontválaszban mondtam neki. Nem volt teljesen őszinte a mosolya, azt tudom mondani. Mondok én jobban, tehát annak idején az árnyék kormányban kiszámoltuk, hogy ez a 45%-os alapbéremelés, és nagyon fontos, ezt mindig elmondom, nem az a bérpótlékemelés, amivel a Fidesz kormány trükközik, ez 286 milliárd forintjába kerülne a költségvetésnek, és megvan rá a fedezet, ugyanis 16,5%-os inflációnál 500 milliárd forint csak az áfa bevétel, és hol vagyunk már a 16,5%-os inflációtól, tehát itt vannak az EU-s források, amiket pedagógus béremelésre lehetne szánni, meg vannak a költségvetési fedezete is a pedagógus béremelésnek, egész egyszerűen a politikai akarat hiányzik, éppen azért, mert úgy látszik, hogy a oktatási kabinet most úgy döntött, hogy bosszút áll a tiltakozó tanárokon és a diákokon. Na, a státusztörvényről még sokat fogunk beszélni, meg egyébként valószínűleg erről a pilot programról is. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm.